Nagyon sok szeretettel köszöntöm újra a kedves nézőinket és hallgatóinkat a Speranza Reménység Televízió adásában, a Reménysugár műsorában. A mai alkalommal a kisbabákról fogunk beszélni ismét, és a mai vendégem Kóródi Enikő, családorvos rezidens fog segíteni ebben a témában kibontakozni. Pontosabban ma a kisbabák testi és lelki egészségéről fogunk beszélgetni, és ezúttal szeretnélek köszönteni a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és örülök, hogy eljöttél ma. Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Eddig már több alkalom során a kisbabák, gyerekek, fiatalok egészségéről beszélgettünk, és fontosnak tartom ezt a témát, mert ez egy alapja az egészségünknek felnőtt korban. Mert hogyha gyerekkorban nem vagyunk egészségesek, nem tanuljuk meg az egészséges életmódnak az alapjait, akkor felnőtt korban annál nehezebben alakulnak ki helyes szokások, vagy annál nehezebben lehet jó szokásokat kialakítani, és rossz szokásokat kiiktatni az életünkből. Az elmúlt pár hónapban itt volt Filip Lukács Zsuzsa fogorvosnő, akivel a fogmosás elsajátításáról beszélgettünk. Aztán májusban itt volt Bedőházi Szendi, aki a kisbabák fejlődéséről és a babamasszásról beszélt nekünk. Viszont a mai alkalommal a testi és a lelki egészségről fogunk beszélni, és így körülhatárolunk mindent, ami a kisbabák egészségében felmerülhet. És így első kérdésként az lenne az első kérdésem, hogy mikor egészséges egy kisgyermek? Először is kezdeném az egészség meghatározásával. Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint az egészség az a testi, lelki és szociális jólétet jelenti, és nem csupán a betegség hiányát. Ugyanakkor fontos megemlítenünk azt, hogy az egészség nem egy cél, hanem egy erőforrás. És bizonyára mindannyian, akik szülők vagyunk, ezt el tudjuk mondani, hogy egy egészséges gyermek egy igazi erőforrás számunkra a mindennapokban. Ugyanakkor egy egyensúly megbomlást jelent egy családban, hogyha a gyermek beteg. Én ezt úgy szoktam nevezni a saját életünkben, családi életünkben, hogy mikor a gyermekeink betegek, akkor a talaj meginog a lábunk alatt. De térjünk a gyermek egészségére. Mit jelent egy gyermek egészsége? Juvenalis, a római költő, nagyon-nagyon szépen megfogalmazta ezt. Azt mondta, hogy a legnagyobb tisztesség adassék a gyermeknek. És én szeretem a gyermekeket egy virághoz hasonlítani, hiszen amint nagyon sok színűek a virágok, nagyon sokfélék a virágok, ugyanígy a gyermekek is nagyon sokfélék, sokszínűek lehetnek, és amint a virágoknak szükségük van, más igénye van minden virágnak, úgy más igénye van minden gyermeknek. Ezért nem találom helyesnek azt, mikor a szülők azt mondják, hogy egyformán szeretik gyermeküket. Hiszen minden gyermek egyedi, és egyedi a szeretet igénye, a szeretet nyelve. És ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy egy gyermeknek a kora gyermekkor időszakától kezdődően és végigvezetve a különböző tapasztalatok, élmények meghatározzák a testi és lelki egészségét. És szeretem azt mondani, hogy mikor gyermek születik, akkor édesanya és szülő születik, és megszületik az a bölcsesség, ami szükséges ahhoz, hogy a gyermeket testi és lelki egészségben, jólétben neveljük fel. Milyen életszakaszok lépnek fel egy kisbaba életében, egy gyerek életében? A gyermekkornak a lépcsőfokai újszülött kor 0-tól 28 napos korig, és itt szeretném három csoportra felosztani az újszülötteket. Koraszülöttekről beszélünk, mikor a 37. terhességi hét előtt születik a kisbaba. A 37 és 42. hét között született gyermekeket nevezzük érett újszülötteknek, míg 42 hét után született gyermekek, ők túlhurdott újszülöttek. Egy hónapos kor és egy éves kor között beszélünk a csecsemőkorról, egy éves és három éves kor időszak ez a kisgyermekkor, a három éves és hat éves kor között beszélünk az óvodásokról, az óvodáskorról,
míg 7 és 11 éves kor a kisiskolások kora, 12 évtől 18 éves korig ez a kamaszkor, a serdülőkor. És itt fontos megemlíteni azt, hogy minden életszakaszban, de különösen az a kora időszakban szerzett érzelmi tapasztalatok, családi élmények meghatározzák egy gyermek fejlődését. Vegyük sorra ezeket az életszakaszokat, és beszéljünk először az érett újszülött korról, ezekről a gyerekekről, kisbabákról, újszülöttekről. Az ők esetükben hogy lehet észrevenni, hogyha egy rendellenességgel küszködnek az egészségükben? Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy ahhoz, hogy felismerjük a rendellenességet, kell ismerjük azt, hogy milyen a normális. És eszembe jut egy tanárom az egyetem időszaka alatt, aki nagyon-nagyon sokszor elmondta azt, hogy felismerjük, ha ismerjük. És itt azzal szeretném a szülőket bíztatni, hogy amint említettem már, a gyermek születésekor édesanyja születik, szülő születik igazából, merjenek bízni a megérzéseikben, és merjenek bízni az anyai ösztönökben. Egy édesanyja mindig tudja, mindig érzi azt, ha a gyerekével valami gond van. És erre igenis odafigyelünk, hogy ha az édesanyja jelzi, hogy valami gond van, és fel fogja ismerni a megfelelő időpontban ezt. Mire kell odafigyeljen egy szülő ebben az időszakaszban, az újszülött korban? Különösképpen. Az újszülöttet úgy nevezném, mint egy védtelen emberpalántát, akinek teljes mértékben szüksége van az édesanyai szeretetre, gondoskodásra, odafigyelésre, hiszen ő az egyedüli, akit ő ismer. Attól a pillanattól kezdve, hogy megfogan, ha az édesanyja megfelelő kapcsolatot ápol vele, a gyermek meg fogja ismerni őt. És az újszülött születése után igenis megismeri az édesanyját. Itt egy nagyon kellemes élményem, tapasztalatom van, kettő pontosabban, hiszen két kisfiam van. Mindkét terhességem időszaka alatt énekeltem a gyermekeimnek, beszéltem hozzájuk, és születés után arra a dalra, amit én énekeltem nekik addig, amíg ott voltak a pocakomban, és illetve a második szülésem után a kisfiam csak akkor volt hajlandó megnyugodni, hogyha hallotta a hangomat. Ez is számomra nagy mértékben bizonyítja azt, hogy a kapcsolat az anya és a gyermekek között mennyire erős és mennyire fontos. Mondtad azt, hogy vannak olyan ösztönök, amelyek természetesek az anyuka életében attól a ponttól, hogy egy kisbabája született, de ide például betartozik a táplálása is az újszülöttnek, hogy hogyan kellene esetleg egy anyuka táplálja az újszülöttet? Igen, és itt megemlíteném az aranyóra fontosságát. Mit is jelent ez az aranyóra? Szülés után a következő pillanatok, ezek az aranyórát képezik, hiszen ilyenkor, ha van lehetőség, és bátorítom az édesanyákat, hogy kérjék ezt, és most már nagyon jó az, hogy nagyon sok szülészeten ez megtörténik, hogy szülést követően a következő pillanatokban az újszülöttet az édesanyja hasára, mellkasára fektetik, és ekkor kezdődik el az aranyóra, és ekkor kezdődik el, és kell elkezdődjön a táplálás, az anyatejes táplálás. Már terhesség utolsó időszakában, vagy közvetlenül szülés után beindul az anyatej termelése, az előtej, amit úgy nevezünk, hogy kolosztrum, ami egy igazi arany, egy igazi kincs, hiszen rengeteg tápanyagot tartalmaz, immunoglobulin tartalmaz, aminek annyira nagy-nagy-nagy szüksége, amire nagyon nagy szüksége van az újszülöttnek a későbbiekben. Ez egy kevés mennyiségű, csupán egy 100 ml-nyi folyadék, egész nap folyamán ennyi termelődik, de nagyon-nagyon értékes. Tehát már el kell kezdődjön a táplálás szülés után rövid idő alatt. És merre kell tenni az újszülöttet. És azután, hogy egy kisbaba kikerül a kórházból, a
az anyukájával együtt. Ezután a szoptatás az hogy kéne megtörténjen, hányszor naponta, mikor? A régebb az volt a szokás, idézőjelben, hogy az újszülötteket órára, óra pontosságával etették, táplálták. Most hála a roomingin rendszernek már a kórházban az újszülöttek az édesanyja mellett vannak, ezért merre tehetik, szoptathatják újszülöttjeiket bár mikor, és ez egy nagyon-nagyon fontos, és ez egy nagyon értékes dolog. Ezért az anyateljes babákat minél többször kell merre tenni, szoptatni. És hogyan fejlődik egy kisbabának a mozgó képessége? Beszéljünk egy kicsit erről is. Szendivel beszéltünk valamilyen szinten, de kíváncsi lennék a te tudásodra, a szaktudásodra is ilyen téren. Igen, az újszülöttek mozgása, ez egy rendezetlen mozgás, tehát nincs koordináció ilyenkor még, egész körülbelül 3 hónapos korig, tehát már belelépünk a csecsemőkorba. Nincs koordináció, és ilyenkor a legtöbbször a kéz ökölben van szorítva, és amint említették a babamasszázs alkalommal is, nagyon-nagyon fontos ilyenkor a baba mozgását fejleszteni, akár a masszázssal és a baba tornával is. És hogyha áttérünk egy kicsit a székletre is, hogy beszéljünk erről is, ezek alapvető témák, mert fontosak. Milyen kéne legyen egy kisbabának a széklete? Milyen a normális, milyen a nem normális széklet? Gondolok itt állagra, vagy rendszerességre. Az anyateljes baba széklete az aranysárga és pépes állagú. Az anyateljes babának lehet széklete naponta többször is, akár minden etetéskor, vagy lehet hetente egyszer, és az is normálisnak számít. És ezért bátorítom a szülőket, az édesanyákat, hogy ne ijedjenek meg, hogyha ilyen elváltozásukat észlelnek gyermeküknél. Ez teljesen normális. Fontos az, hogy kövessük a babának a súlygyarapodását, és hogyha ez rendben van, akkor nincs okunk az aggodalomra. Elmondanám a normális súlygyarapodást, egész egyéves korig, az első 4 hónapban 750 g per hónap, ez az ideális. Persze lehet plusz-minusz pár gram, nem ijedünk meg ettől. A 4. hónaptól a 8. hónapig 500 g per hónap, míg a 8. hónaptól a 12. hónapig 250 g per hónap. Ez az ideális. De hogyha felhívnám itt a figyelmét a szülőknek, hogyha észlelnek bármi elváltozást a székletben, gondolok itt nyák megjelenése, vagy vér megjelenése, minél hamarabb forduljanak orvoshoz. És még hogyha láz is társul, főleg egész 3 hónapos korig, minél hamarabb kérjék ki szakember tanácsát. A hasgörcs az kapcsolatos a széklettel, összekapcsolódik-e, vagy sem? Miért szokott a kisbabáknak hasgörcse lenni, és hogyan tudja ezt a szülő meggyógyítani, kigyógyítani, megkímélni a gyerekét tőle? Igen, a hasgörcs az egy kellemetlen érzés úgy babának, mint szülőknek, akik tehetetlennek érzik magukat ebben a helyzetben. A hasgörcs 3-4 hónapig eltarthat, és ez azért van, mert az újszülöttek és a kora csecsemő időszakban a bélrendszer még fejletlen, és szükség van arra, hogy úgynevezett jó baktériumok bepopulálják a bélrendszert. Nagyon sok készítmény létezik a gyógyszertárakban, amit adhatunk ilyenkor a babáknak. Sokfélét ki lehet próbálni, jó magam is kipróbáltam gyermekeimnél. De amit elmondhatok az az, hogy a legjobb gyógyszer az az idő, és ez fogja megoldani ezt a problémát, és a szülői szeretet és gondoskodás. Ilyenkor a gyerekeknek, az újszülötteknek, csecsemőknek fokozottan szüksége van a szülői közelségre, melegségre. Itt zárójelben megjegyezném azt, hogy nálunk a csoda gyógyszer az a hajszárító volt. Az ilyen elterelő zajként hatott, nem tudom, de nálunk ez volt a csoda. Úgyhogy minden családban ki kell tapasztalják, hogy mi az, ami náluk
segít, de a legjobb gyógyszer erre az idő. És ha már a gyógyszerekről beszélünk, akkor lenne az a kérdésem is, hogy mennyire egészséges a gyerekeknek, igazából a csecsemőknek, az újszülötteknek gyógyszereket adni, vagy vitaminokat, és hogyha egészséges, akkor milyen formába kéne beadagolni őket egy újszülöttnek? A vitamin, ami ajánlott már újszülött kortól, pontosabban egy hetes kortól, az a D-vitamin, amit kell adni a kisbabáknak egészen 2 éves korukig naponta. 800 nemzetközi egység ajánlott, ami 2 cseppnek felel meg, tehát csepp formájában adagoljuk. Nagyon sokféle készítmény van a gyógyszertárakban, amit meg tudunk vásárolni, vagy akár a családorvos kiírhatja ezt ingyenesen. Ami fontos, és erre felhívnám a figyelmet, hogy sok készítmény van, és mindenik készítménynek más az ajánlása, hogy felbontás után mennyi ideig adható. Például van olyan, amelyik csupán 1 hónapig, tehát felbontás után 1 hónapig szabad csak adni. Van olyan, amelyiket 6 hónapig. Tehát fontos az, hogy a szülő miután megvásárolta ezt a készítményt, akkor olvassa el a prospektusát, hogy ezt meddig adhatja. Más gyógyszert én arra bátorítok mindenkit, hogy csak családorvos vagy gyerekgyógyász ajánlására, szigorúan csak ezeknek ajánlására adja. És tudunk el azt, hogy a gyerekek gyógyszeradagját testsúly kilogramra számolja ki az orvos, tehát nem valószínű, hogy az én gyerekemnek amennyi gyógyszer szükséges, az ugyanannyi, mint a szomszéd gyerekének például. Tehát erre figyeljünk oda. Gondolom, itt felmerülhet az a probléma is, hogy egy újszülött félrenyelje ezt a gyógyszert, vagy akár bármi mást, az anyatejet. Ebben az esetben mit évő legyen egy szülő? Igen, sajnos gyakran megtörténik az, hogyha gyógyszert próbálnak az újszülöttnek vagy csecsemőnek adni, ugye ez teljesen más ízű, mint az anyatej, ezért úgy reagál erre, hogy félrenyer. Ilyenkor a teendőnk az, hogy minél hamarabb a kisbabát felemeljük, és a bal alkarunkra fektetjük, fejjel lefele, úgy, hogy itt a baba feje, itt a baba lába. Itt megfogjuk nyakánál, fejénél, tehát az arccal lefele, az arcát megtámasztjuk itt a tenyerünkbe, és a jobb tenyerünkkel erőteljesen 5 ütést mérünk a kisbabának a hátára, pontosabban a lapockák közötti területre. Ilyenkor nekiméljük, bátran mérjük ezeket az ütéseket, hiszen a baba élete függhet ettől. Nagyobb gyerekeknél, tehát akiknél már nem tehetjük ezt meg, hogy így a karunkra helyezzük, ugyancsak 5 erőteljes ütést mérünk, ugyancsak erre a területre, amit elmondtam. Tehát ez életmentő lehet, hogyha megfelelően alkalmazzuk. Ha egy szülő bepánikol, és nem tudja, hogy mit reagáljon, nem tud még gondolkozni se azon, hogy mit kéne tegyen, akkor egy ilyen szülő mit évő legyen ebben az esetben? Ki kéne hívja a mentőt, vagy ez a leggyorsabb megoldás, de hogyha ezt nem tudja egy szülő, akkor... Ilyenkor, ha megoldható, ha nem egyedül van a gyerekkel az illető szülő, akkor ajánlott, hogy az egyik szülő, vagy bárki, aki ott van, az hívja a mentőt, míg a másik szülő ezeket az ütéseket. Tehát pontosan ezért tartottam fontosnak, hogy ezt elmondjuk, hogy a szülők, ha ilyen helyzettel szembesülnek, akkor tudják, hogy mi a teendő, tehát mit tegyenek. És köszönjük szépen a tanácsot, mert biztos vagyok benne, hogy azok a személyek, akik nincsen egy gyerekük, nem tudnak ezekről, de attól még előfordulhat bármelyikünkkel, hogy egy kisbaba közelségében legyünk, és megtörténjen egy ilyen dolog, és akkor olyankor egyből kell reagálni, nem így van. Kell gondolkozni, hogy így van. Mit tegyünk. Térjünk át a csecsemőkorra. Mi változik meg a kisbabák életében csecsemőkortól? Csecsemőkor, amint elkezdődik, tehát itt 1 hónapos kortól 1 éves korig erről az időszakról beszélünk, új kihívások elé nézünk, hiszen elkezdődhet a fogzás, ami úgy baba, mint a szülők lelki állapotát megviselheti, hiszen ez egy fájdalmas folyamat,
és el kell mondjam azt, hogy a babának akkor fáj igazából, mikor mi még nem látunk semmit. Sok szülő kíváncsian fürkészi a babának a fogínyét, hogy mikor bújnak ki a fogacskák, de amikor már ki van bújva a fogacska, akkor már nem fáj. Tehát előtte, mikor mi még semmit nem látunk. Ilyenkor előfordul az, hogy a baba sokkal nyűgösebb, meg lesz zavarva az alvás, a széklete megváltozhat, hígabbá válhat. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy időben tisztába tegyük a babát, különben az érzékeny bababőrt felsértheti a savasabb, a megváltozott széklet. És itt szeretném elmondani zárójelben, hogy kerüljük a nedvestörlő használatát. Amellett, hogy helyi allergiás reakciót válthat ki, káros anyagokat tartalmazhat, ami egy érzékeny bababőrre egyáltalán nem szükséges. Amit még itt megemlítenék, hogy használhatunk krémeket ilyenkor a babapopsira, amit megtalálhatunk gyógyszertárban, vagy akár teljesen a célnak megfelel egy felfőzött és lehűtött napraforgó olaj is. Amivel még ilyenkor szembenézünk, a láz, ami lehet a fogacskák miatt, de ugyanakkor fontos kizárnunk más okát. Elméletileg könyvekben, amit leírnak, az egy hőemelkedés. Tehát egész 38 fokig, ami előfordul, az egy hőemelkedésről beszélünk, ez lázban jelentkezhet. De a gyakorlat azt mutatja, nálunk is ez bevált, mindkét kisfiamnál, hogy láz is jelentkezett bizony, akár 39 fokos láz is jelentkezett. De ilyen esetben, ha fogzásra gyanakszunk, és láz jelentkezik, az első dolog az, hogy kizárjunk más okot, ami okozhat lázat. Ilyen lehet ebben a ilyenkor, ami lázzal járhat egy közönséges nátha, vagy egy vizeletfertőzés, vagy egy fülgyulladás. Tehát előbb kizárjuk ezeket az okokat, és hogyha nincs ilyen gond, nem áll fenn ilyen gond, akkor a fogzásra fogható a láz jelenléte. És hogyha nem beszélünk lázról, hanem egyszerűen csak fájdalomról, akkor vannak valamilyen módszerek vagy trükkök, amik segítsék a szülőket, és főleg a csecsemőket, hogy jobban átvészeljék ezt a periódust, amikor a fogzás megtörténik? Igen, vannak ilyen akár kis eszközök, játékok, amelyek kimondottan ezt a célt szolgálják, hogy enyhítsék a kisbabának a fájdalmát, és a gyulladt fogint egy picit, a gyulladást enyhítsék. Ezek ilyen kis játékok, amelyeket behelyezhetünk előtte a hűtőbe, ez itt lehűl, és akkor a hideg hatására, és ezeknek kemény az állaga ezeknek a játékoknak, ennek hatására enyhül a kisbabának a fájdalma. Vagy sokszor az anyukák észlelik azt, hogy ilyenkor nagy előszeretettel a babák rágják az anyuka ujját, ha az anyuka ezt megengedi, persze. Tehát ez ami, vagy vannak találhatók gyógyszertárban gélek, tehát gélformában, amit ilyenkor alkalmazhatunk. Ebben a korszakban mennyire hirtelen változhat egy kisbabának az egészségügyi állapota? El kell mondjam azt, hogy nagyon hirtelen, ezért fokozott figyelemmel kísérjük egy újszülött, egy csecsemő állapotváltozásait. Egy beteg csecsemő egyik pillanatban az az érzésünk, hogy teljesen jól van, és lehet, hogy egy-két óra múlva nagyon rossz állapotba kerül. Tehát felhívom a figyelmet, hogy nagyon figyeljünk erre a beteg csecsemőre. És itt röviden szeretnék egy nagyon kellemetlen tapasztalatot elmesélni, ami azt tükrözi és azt bizonyítja, hogy nem ugyanúgy reagál le egy 3-4 éves gyerek egy betegséget, mint például egy 7 hónapos csecsemő. Egy ügyeletben hoztak egy 7 hónapos babát, aki nagyon-nagyon aluszékony volt, lázas. Anyuka elmondása szerint ez a harmadik gyermek volt a családban. A másik két gyereknek is pár nappal azelőtt ez a betegség jelentkezett, pontosabban láz, hányás, hasmenés, de 2-3 nap alatt felépültek. Ez a harmadik gyerek, a 7 hónapos csecsemő,
ugyancsak hányás hasmenéssel kezdtem, de a következő nap már aluszékonyság jelentkezett. Az édesanyja várta a jobbulást otthon, későn jelentkeztek a kórházba szakorvos segítségét kérni, és sajnos ez történt csütörtök hajnalban, mikor a gyereket behozták, és szombat délben az intenzív terápián elhunyt a gyerek. Tehát ezt nem riasztásként vagy megijesztésképpen mondtam el, csupán azért, hogy felfogjuk, hogy mennyire fontos odafigyelnünk egy beteg csecsemőre, és az állapot változásaira, és ha úgy látjuk, hogy aluszékonnyá válik, nem tudjuk megfelelően táplálni, a kutacs bemélyed, tehát látjuk, hogy az azt jelenti, hogy nem megfelelő a táplálékbevitel, a folyadékbevitel, sürgősen forduljunk orvoshoz. Tehát akkor ezek alapján az mondható el, hogy tényleg nagyon fontos időben elmenni orvoshoz, mert lehetnek komoly következményei annak, így hogy van. Valaki úgy ítéli meg, hogy ez a baba felépülni fog. Nem gondoltam volna én magam se, hogy a kisbabáknak az egészségügyi állapota ennyire könnyen meg tud billenni, és tovább haladni a rossz irányba. Úgyhogy örülök, hogy ezt elmondtad. Viszont hogy látod, tehát eddig nagyjából akkor a kisbaba táplálása anyatej által történt, ugye? És eddig az időszakig valami más, például a víz, gondolom benne volt még a táplálkozásában, ettől a kortól történik az, hogy más ételeket is beviszünk egy kisbabának az étrendjébe, vagy ez mikortól történik? Az anyateljes babáknál 6 hónapos korig nem szükséges semmi mást bevezetni, csak az anyatej, az alap. Itt el kell mondanom azt is, hogy még víz sem szükséges. Az anyatej összetétele véget, hiszen megfigyelhették az édesanyák, hogy az anyatej a szoptatás elején átlátszóbb, vízszerűbb, ilyen kékes színű. Ez a baba szomját oltja. Utána következik a fehérebb, vastagabb anyatej, ami a tápanyagokat tartalmazza. Nyári időszakban esetleg adhatjuk a vizet a kisbabának, 4-5 hónapos anyatejes babának adhatunk vizet, kiskanállal felfőzött és lehűtött vizet. De máskülönben, hogyha igény szerint van táplálva, szoptatva ez a gyermek, akkor nincs szüksége plusz folyadékbevitelre. És a hozzátáplálást ezután kezdjük, tehát 6 hónap után. A tápszerrel táplált csecsemők esetén a hozzátáplálást elkezdhetjük már 4 hónapos kortól. Ugyanakkor itt kihangsúlyoznám azt, hogy a tápszer elkészítésekor ne használjunk felfőzetlen kútvizet. Ebből komoly problémák adódhatnak. Tehát a baba táplálékának, tápszerének elkészítésekor felfőzött, lehűtött vizet, vagy az előre palackozott vizet használjuk. Tehéntejet egyáltalán nem ajánlott egész 2 éves korig használni. Nem megfelelő az összetétele, nem megfelelő a baba bélrendszerének a tehéntej. És igen, egy kihívás az anyateljes babáknál 6 hónapos kor után, míg a tápszeres babáknál 4 hónapos kor után a hozzátáplálás. Megoszlottak a vélemények. Van, aki gyümölccsel kezdi, van, aki zöldséggel. De fontos itt a fokozatosság elve. Egyszerre egy új ételt, egy új zöldséget vagy gyümölcsöt vezetünk be, és mindig egészséges kisbabánál. Sosem kezdjük a hozzátáplálást beteg gyermeknél. Hogyha időközben megbetegszik a hozzátáplálást, abba hagyjuk, felfüggesztjük. A fokozatosság elve alatt értem azt, hogy 4-5 napig ugyanazt az új ételt adjuk a babának. Egy első nap 1 kis kanállal, második nap 2 kis kanállal, tehát fokozatosan. Hogyha a baba nem akar elfogadni egy új ételt, tartunk egy egyhetes szünetet, utána újra próbálkozunk. Tehát fontos a fokozatosság elve. Folytassuk beszélgetésünket akkor a fejlődéssel. Hogy fejlődik ebben a korban egy kisbaba? Ebben a korban
4-5 hónapos korban pontosabban a baba átfordul oldalra, hátról, hasra, hasról, hátra, és nagyon élvezi ezt megtenni. Felfedezi kezeit, lábait, szájába teszi kezét, lábát. Itt zárójelben elmondanám azt, hogy nagyon fontos a higiénia ilyenkor. Idegenek ne fogják a kisbaba kezét, ne puszilgassák, mert ezáltal kórokozókat vihet be a kisbaba az ő szájába, mert tudjuk, hogy a kisbabák azáltal is ismerik meg a világot, hogy megkóstolnak mindent. 6-7 hónapos korban a kisbabák elkezdenek kúszni, mászni, és ez egy nagyon fontos lépcső az ő fejlődésükben. Később 8-9 hónapos korban tárgyakban fogózkodva, vagy akár a kiságyban felülnek, felállnak, és ezt is nagy előszeretettel végzik. A baba ülése az olyan körülbelül 6 hónapos korban kezdődik, de amire stabilan ül, az eltarthat akár 8-9 hónapos koráig. Az első lépéseket is megteheti 10-11 hónapos korban. És itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy engedjük a babát, amit ő magától megtesz, az nagyon jó, és azt engedjük, de ne erőltessük mi. És itt külön kihangsúlyoznám a járóka mellőzését. Tehát mellőzzük a járókát. Hagyjuk a babát felfedezni a világot, ő magától tárgyakban megfogózkodva felállni, lépegetni, ne használjuk a járókát, hiszen ez káros lehet hosszú távon a baba egészségének. És mi a véleményed a cipők használatáról? Tehát ez valamilyen szinten befolyásolhatja a kisbabáknak a járását? Szükséges cipőt adni a kisbabáknak ebben az időszakban, mikor járni próbálnak? Mikor kezdenek felállni maguktól és egy pár lépést tenni, nem ajánlott ilyenkor cipőt adni rájuk. Tehát hagyni kell vannak tappancsos zoknik, amiket ilyenkor lehet adni a kis lábukra, hogy ne csusszanak meg, ugye, ahogy felállnak, hogy ez tapad, és akkor nem okoz gondot, egy plusz esési forrás lehet az elcsúszás. Tehát nem ajánlott a cipők használata. Mikor már stabilan tud járni, ami elkövetkezhet 10-11-12 hónapos korba vagy utána, egész másfél éves koráig, akkor már adhatunk rájuk, igen, egy jó minőségű cipőt, ami jó, ha tartja a kis bokáját. De amíg, tehát a tanulási fázisban nem ajánlott cipőt adni a lábukra. Menjünk tovább a kisgyermekkorra. Úgy emlékszem, hogy ez volt a következő életszakasz a kisbabák életében. Mi jellemző erre a szakaszra az ők életükben? A kisgyermekkor az 1 és a 3 éves kor közötti időszak, ezt úgy nevezném, hogy a felfedezések kora. Ilyenkor szeretnek a kisgyermekek mindent megnézni, megvizsgálni, megkóstolni, és itt felhívnám erre a figyelmet. A zárójelben elmondanám azt, hogy ilyenkor jön az a pillanat el, amikor a lakást át kell rendezni, el kell rejteni minden olyan dolgot, tárgyat, amivel a kisbaba kárt okozhat magának vagy másnak. És itt gondolok különösképpen a tisztítószerekre, például a mosókapszulára, amit ugye mindennapokban használunk, de ez a kisgyereknek egy színes, vonzó tárgy, amit, hogyha a szájába tesz, mérgezés jelentkezhet. És itt elmondom azt, hogy ha ez megtörténik, ha mégis megtörténik, ne hánytassuk a gyermeket, mert rosszabbat teszünk vele. Sajnos sok szülő azt teszi, hogy benyúl a szájába, és próbálja a gyereket hánytatni. Ilyenkor az a teendő, hogy minél hamarabb hívjuk a mentőt, és vegyük magunkhoz azt a zacskót, vagy bármit, azt az üveget, dobozt, amiből a gyerek fogyasztott, és vigyük magunkkal, hogy tudjuk megmutatni az orvosnak, hogy ezáltal is minél hamarabb tudjanak segíteni a gyereken. És ebben az esetben hogy szoktak segíteni a kisbabán, így kimossák a gyomrát, vagy annak függvényében, hogy mit vett be, különböző módszerek léteznek? Igen, tehát függ, hogy mit fogyasztott el, mit kóstolt meg a gyerek. Tehát annak függvényében mindennek más az eljárása. De igen, leggyakrabban az történik, hogy kimossák, tehát gyomormosást
végeznek. És ebben a korban hogy változik, hogy fejlődik egy kisbabának a mozgása és a pszichéje? Ilyenkor, tehát egész másfél éves koráig a gyerek elkezd járni, és el kell kezdjen járni. Tehát egész 18 hónapos korig a gyerek el kell induljon. Ilyenkor fontos a szülő részéről, és a mindazok részéről, akik a környezetében vannak, hogy helyesen beszéljenek a gyermekhez. Helyesen ejtsék ki a szavakat, ne gügyögjenek, hiszen akkor a gyerek azt úgy hallja, hogy ez úgy normális, és ő úgy kell ezt utánozza. Tehát helyesen beszéljünk a gyermek jelenlétében. Itt megjegyezném azt, hogy még egy nagyon fontos tényező és pillanat érkezik el ebben a korban, a szobatisztaságra való törekvés a gyermek részéről, és persze a szülő részéről is. Itt el kell mondanom azt, hogy másfél éves kor előtt fizikálisan a gyermekek nem képesek a teljes szobatisztaságra, tehát ne erőltessük. Itt nagyon fontos, hogy szobatisztaságra ne erőltessük a gyermeket. Várjuk meg azt, hogy megérjen, hogy elérkezzen az a pillanat, mikor ő felnőtt erre a feladatra. Ez körülbelül 2 éves, 2,5 éves kor körülre tehető. Ezt elősegíthetjük mesék olvasásával, kitalálásával, elmondásával, vagy akár jutalmazással is. Például nálunk, ami bevált, a nagyobbik fiam, nem erőltettem nála sem a szobatisztaságot, kialakulását, és 2 éves, 4 hónapos volt, amikor egy délután azt mondta nekem, hogy mamáci, én nagyfiú vagyok, én nem kérek pelust többet. Jó. Aznap elmentünk, együtt vásároltunk szép, színes, állatos bugyikákat, amiket utána nagy erőszeretettel használt, és mindenkinek dicsekedett vele. Úgyhogy fontos a jutalom és a sok mese, a sok beszélgetés erről. Emlékszem, hogy Zsuzsa mesélte abban az adásban, amikor a fogápolásról beszéltünk a kisgyerekek esetében, hogy fontos, hogy a kisgyerek válassza ki magának például a fogkefét. Gondolom ebben az esetben is fontos, hogy a kisgyerek válassza ki magának a bugyit, vagy neki tetszedjen, nem a szülőnek. Így van. Ugyanígy a bilikét is kiválaszthatja, ugyancsak a nagyfiammal történt az, hogy nem tetszett neki a bilike, amit mi vásároltunk, így elmentünk, és ő kiválasztott egyet, és azt is nagy előszeretettel használta. Tehát be kell vonjuk, és jó, hogy bevonjuk a kisgyerekeket ezekbe a dolgokba, amiket már ugye őket is érinti ezek a helyzetek. Itt lenne nekem egy kíváncsi kérdésem, hogy az, hogy látják a szülőket, hogy a mosdót használják, ez például ösztönözheti a gyerekeket arra, hogy maguktól ne akarjanak többet pelust használni? Igen, ösztönözheti, de még inkább ösztönzi, hogyha nagyobb testvért látják, vagy egy nagyobb barátot látnak. Tehát ez kimondóan ösztönzőleg hat a gyerekre. Például nálunk a kisebbik kisfiam igenis utánozta a nagyobbik testvérét, és ő is nagy előszeretettel kereste a bilikét, és kereste a magasítót, hogy fel tudjon érni, akár hogy a WC-re felüljön, ő már. És ez persze ugyanígy érvényes volt a fogmosáskor is, hogy ugyanúgy utánozta a testvérét. Tehát mindenképp ösztönzőleg hat, így van. És visszatérve a járásra. Mi történik abban az esetben, hogyha egy kisbaba nem kezd el járni időben? Tehát azt hiszem, hogy 1,5 évet említettél, hogy addig mindenképp el kéne induljon egy gyerek, de mit évvel legyen egy szülő, hogyha ez nem történik meg? Előszokott ez fordulni gyakran? Előfordulhat, igen. Ilyenkor szakember tanácsát kell kikérjük. Tehát az első körben a családorvoshoz elmenni, vagy gyerekorvoshoz, aki majd a következő lépéseket felméri a gyermek állapotát, helyzetét, és ennek függvényében a következő lépéseket meg fogja mondani, hogy mi a teendő tovább, hogy milyen eredetű, fontos kideríteni, hogy milyen eredetű ez, hogy nem akar járni. Haladjunk akkor tovább a fejlődéssel, a korral,
mi következik a kisgyermekkor után, és mi jellemző erre az életszakaszra? A kisgyermekkor után az óvodáskor következik, a 3 éves kortól 6 éves korig. Ez a kérdések időszaka, ilyenkor nagyon-nagyon-nagyon sok kérdést tesznek fel a gyerekek, és fontos, hogy mi, mint szülők, vagy bárki, aki a gyerek közelében és mindennapjaiban részt vesz, válaszoljanak komolyan ezekre a kérdésekre. Ne szégyenítsük meg a gyermeket az ő idézőjelben buta kérdéseiért, hiszen buta kérdés nincs, sose. A gyermek, aki kérdez, az egy okos, fiatal és felnőtt lesz, hiszen azt jelenti, hogy kíváncsi a világra, kíváncsi az őt körülvevő dolgokra. Ilyenkor ugye az óvodáskort említettük, tehát elkezdődik az óvoda, elkezdődhet 3 éves kor után. Ez is egy kihívás a gyerekeknek is, és ugyanígy a szülőknek is. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy a gyerek érezze a szülőn a határozottságot és a bizalmat. Először a szülő kell megbízzon az óvónőben, az óvodában, ahhoz, hogy a gyermeke is később jól érezze ott magát. És a gyermekek érzik és átveszik a szülőknek a lelki állapotát. Ilyenkor előfordulhat az, hogy például a gyerek hasfájásra panaszkodik. Ne értékeljük le ezt a hasfájást. Ez nem azt jelenti, hogy ő kitalálta, hogy ne menjen óvodába. Tehát nem azt jelenti, hogy ő betegséget színlel. Ez valójában neki hasfájásként jelentkezhet, ez a belső stressz. Mert ugye van sok stresszfaktor, új helyzet, új gyerekek, új program, nem vagyok az édesanyám, édesapám közelségében, tehát nekik igenis ez egy stressz tényező. Ilyenkor akár előfordulhat visszaesés a szobatisztaságra való törekvésben. Ne szégyenítsük meg ilyenkor a gyermeket, ha újból bepisil, vagy éjszaka akár előfordulhat, és ez gyakran előfordul. Legyünk türelmesek a gyermekkel, és tovább sokat beszélgessünk velük, sokat játszódjunk velük, biztassuk őket arra, hogy elmondják az érzelmeiket, és hogy kifejezzék, mert ők maguktól ezt nem fogják megtenni. Tehát a gyermek érez valamit, de mi kell rájöjjünk, hogy mi a gond a viselkedése alapján. Sajnos vannak olyan szülők, akik úgy látják gyerekeiket, mint hogyha felnőttek lennének, és elvárják azt, hogy tökéletesen teljesítsenek mindenben már ilyen kiskorban. Úgyhogy sajnálom, hogy ilyen esetek is vannak, és örülök, hogy mondtad azt, hogy türelmesek kell legyenek a szülők, mikor visszafejlődés is látható. Valahogy érthető is, mert egy teljesen új környezetbe kerül a gyerek, kikerül a komfortzónából, és más gyerekeknek az igényeihez is kell viszonyodjon. Eddig a puha otthonban megvolt és védve volt, és most így egyből kikerül a társadalomba valahova, ahol ami még nem új neki, úgyhogy érthető, hogy féljen, és hogy emiatt olyan dolgok jelenjenek meg az életében, amik nem voltak eddig, nem volt rá példa. Így van. És említetted, hogy ez az időszak, ez annak az időszaka, hogy a gyerekek sok kérdést tesznek fel. Tudom, hogy van egy olyan időszak is, amikor a gyerekek sokszor mondják azt, hogy nem. Mindent visszautasítanak. Ez mikor szokott megtörténni? Ez melyik korszakban van? Igen, ez hamarabb kezdődik már. Ez amikor elkezdenek beszélni, már akkor rögtön jelentkezik, tehát ez olyan körülbelül 1 éves korra tehető, amikor mi a legnagyobb előszeretettel mondják azt, hogy nem. És itt mondanám el azt is, hogy a gyerekek igenis 11-12 hónapos korukban, amikor az első szavakat kiejtik, többek között a nem, legtöbb gyereknek ez az első szavak közé tartozik, ilyenkor ők már nagyon is jól értik a tiltást. Tehát, hogyha mi felhívjuk a figyelmüket arra, hogy valamit nem szabad, ők igenis ezt megértik, és itt egy rövid példával szeretném ezt bemutatni. A nagyobbik fiam, ő nagyon szerette a kábeleket és a konnektorokat. Így 1 éves kora körül történt az, hogy mikor
mászva közeledett a kábelek fele, tudta, hogy nem szabad, előtte mi már elmondtuk neki, hogy nem szabad. Amint odaért a kábelekhez, a számítógép asztal alá, előbb körülnézett, hogyha látjuk-e, hogy ő mire készül, és utána odament, megfogta, szájba vette. Tehát ez is bizonyítja, hogy mennyire ők értik ezt a tiltást, és emiatt is, ugye, ha főleg, ha tőlünk hallják azt, hogy nem, vagy bizonyos dolgokat megtiltunk, akkor ők is nekünk nagy előszeretettel visszaválaszolnak, hogy nem. De ez is hozzátartozik az ő fejlődésükhöz. Vannak olyan más tapasztalataid esetleg a gyerekekkel, amiket így megosztanál, vagy ami különlegesebb volt a fejlődésük során? Hát nagyon sok tapasztalatunk van. Elmondhatom azt, hogy mindkét gyermekem nagyon ragaszkodó volt. Kis, nagyon-nagyon, tehát újszülött koruktól kezdve. És tehát sokszor kaptam ilyen megjegyzést, hogy anyámasszony katonája gyerekeket fogok nevelni, olyan értelemben, hogy nagyon függőek tőlem, és további, hogy ez így marad, de teljes meggyőződésem az, hogy egy gyermek, akit kora gyermekkorban, értem itt csecsemő, kisgyerekkorban, még utána is, óvodáskorban, még kisiskoláskorban is, akit szeretgetnek, megölelnek, minél többet ölben tartanak, főleg a csecsemőkorban, minél többet tartsuk ölbe a gyermeket. Tehát, hogyha egy gyermeket sokat babusgatnak, szeretgetnek, ebből egy kiegyensúlyozott fiatal, majd később egy kiegyensúlyozott ember fog válni. Tehát egy gyermeket nem lehet túl szeretni, vagy túl sokat babusgatni. A szeretetből sosem elég, mindig lehet több, mindig kell több. Úgyhogy nekünk ez a tapasztalatunk volt, egyike a tapasztalatunknak mindkét fiunkkal, hogy nagyon igényelték a szeretgetést, és el kell mondjam azt, hogy mikor a nagyobbik fiam kezdte az iskolát, szinte az egyedüli volt az osztályban, aki bátran, félelem nélkül ment be az iskolakapun, tehát az én nagyon-nagyon ragaszkodó gyermekem nem lett egy félős gyermek később. És most is egy nagyon nyitott gyermek, aki mer barátkozni, szeret barátkozni, persze ez ugyanígy érvényes a kisebbik fiamra is. Köszönöm szépen, hogy elmondtad a tapasztalatokat. Lassan az adásunk vége fele járunk, de még lenne egy kérdésem. Mit emelnél ki a mai beszélgetésből? Mi az, ami fontos, hogy még egyszer így megemlítsünk? A gyermekek az első 7 évet töltsék minél többet otthon, családi körben, amennyiben ez megoldható, hiszen ott, az ott megélt élmények, tapasztalatok kihatással lesznek, és irányítani fogják az ő testi és lelki fejlődésüket. És meggyőződésem az, hogy szülőként ez egy nagyon nehéz feladat, tudatosítani önmagunkban, hogy azt, amit lát a gyermekünk a családban, azt fogja később családmodellnek venni, és később az ő élete ez alapján fog alakulni. De meggyőződésem az, hogy Isten segítségével, kérve Istentől bölcsességet, igenis nevelhetünk kiegyensúlyozott és egészséges gyermekeket, tehát egy egész legyen, testi, lelki és szociális szempontból egy egész. És végezetül elmondanék egy új-zélandi közmondást, ami nekem nagyon tetszik. 2 dolgot adjon az ember a gyerekeinek útra valóul, gyökereket és szárnyakat. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba, és megosztottad a tudásodat, de megosztottad a tapasztalatokat is, mindkettő nagyon fontos, és hálát adok az Úrnak, hogy itt voltál ma velem, és azt kívánom, hogy segítsen továbbra is az Úr a munkádban, és az otthonlétben, az anyai nevelésben. Köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, az adásunk végéhez érkeztünk, és feltehetik azt a kérdést, hogy vajon miért foglalkoztunk már többször is a kisbabák egészségével, és jogosan tehetik fel ezt a kérdést.
jónak tartottam elmagyarázni ezt a döntést. Úgy látom, hogy nagyon fontos, hogy a kisbabák egészségéről beszéljünk, mert ez kihathat a teljes életére egy gyereknek, és ezért több alkalommal is rá összpontosítottunk erre a témára. Remélem, hogy tetszettek önöknek is ezek a témák, és köszönöm, hogy velünk tartottak végig ebben az adásban is. Amennyiben szeretnének több ilyen egészségügyi témájú beszélgetést megnézni, akkor visszavárom önöket a következő adásban is. De addig is minden jót és sok egészséget kívánok önöknek. A viszontlátásra!